gombaszög főképpen nyaranta kerül szóba, amikor itt dübörög a gombaszögi nyári tábor egyhetes kulturális fesztiválja, a legnagyobb magyar rendezvény a Felvidéken. A Sajó völgyében vagyunk, nem messze Rozsnyótól, és kevesen tudják, hogy az egyetlen magyar alapítású rendnek, a pálosoknak itt az egykori gombaszögön volt a legnagyobb monostora. Gombaszög Szalóc községhez tartozik, a 14. században alapított kolostor pedig szinte már teljesen elpusztult, amikor civil örökségvédők léptek közbe. Ez a középkori gombaszög, ahol most vagyunk, az egykori középkori závozaia település, a későbbi gombaszög klastroma, illetve annak romjainál állunk. A závoz az tulajdonképpen az a hegyi út, ami fölvezet a szilicei fennsíkra itt mögöttem, és itt a lábánál, a Sajó partján települt ez a község, ahol 1371-ben Bebek György Szűz Mária tiszteletére templomot és kolostort építetett a pálos barátok számára, és később ezen a helyen lett eltemetve. 1320-ban a hely még a Bebek család központjához, Pelsőchöz tartozott, aztán 1371-ben már a valahai település is a pálosoké lett. Jobbágyai vámmentességet élveztek. A kolostort 1555-ben aztán egy másik Bebek György elfoglalta, a szerzeteseket elűzve pedig várra alakítatta. 1566-ban a várat a császáriak leromboltatták, gombaszög pusztává vált, majd a 18. században a helyi vasgyártás központja lett hámorokkal, kovácsmalommal és magas olvasztó kohókemencékkel. A közeli Dernőn öntötték például a Lánchíd bizonyos vas alkatrészeit is, aztán ez az ipartelep is elpusztult, utána az andrásiak méneseit legeltették. Az andrásiak voltak az a család, az a földesúri család, nemes család, akik a vasöntést folytatták. Egyébként a kúria az 1763-ból van, és egy Polc nevű vasöntő, egy szlovák származású ember kezdett itt gombaszögön vasat önteni, ezzel foglalkozni, és tőle vették át. Tulajdonképpen a tetőt egy 12 éve cserélték ezen a kúrián. Ennek köszönhető, hogy egyáltalán megmaradt, mert ugye tető nélkül nagyon gyorsan leromosodott volna. Szerencsére ki lett cserélve a tető, és amikor ezt a területet a kolostorral együtt sikerült a polgári társulásunknak megvásárolni, akkor a kúria is rajta volt ezen a területen, és fel akartuk mi ezt mindig is újítani, most sikerült. Szabó Endre 6 éve került ide Pozsonyból, és akkor vette meg a Színe Metu polgári társulás is a rom területet. De gombaszög másról is híres, a 20. század első felében a Sarló mozgalom tagjai prágai magyar diákok fedezték fel maguknak, akik megalapították a gombaszögi tábort, a legrégebbi szabad egyetemet, aminek hagyománya máig él. A klastromot évszázadokig föld és sűrű bozót borította, amíg a 2000-es évek elején előbb a Gömöri Bástya Egyesület önkénteseit takarították ki, majd később színre lépett a Színe Metu polgári társulás. Értékmentő munkájuknak ez a romkert lett az ászlós hajója, több sikeres ásatási szezon után a terület jelentős részét kiásták, a kolostor romfalait konzerválták. A 6 éve ez, ahol most ülünk, ez még nem volt. Akkor még terve sem volt az, hogy ezt a területet megvegyük. A kempinggel kezdtük, az akkor már több mint 10 éve elhagyatott volt, nem foglalkozott fel a régi tulajdonos, úgyhogy tulajdonképpen egy dzsungelből kellett kivágnunk ezt az egészet. Nekem az első képem ezen a helyszínen 14 éves koromban készült. Akkor itt, ahol állunk, nagyjából a járószint másfél méterrel magasabb volt, mondjuk nekem nyakig ért, és ezekből a falakból nem látszódott semmi, csak is kizárólag az a magas falszakasz, ami a kolostor templomából fennmaradt. Tehát minden ismeretanyag, amit erről a helyről tudunk, az épület beosztásáról, történetéről, az itteni szerzetesek életéről, az az elmúlt évek ásatásaiból származik. A középkori pálos monostorból egyetlen fal maradvány maradt fent, és a későbbi pusztához tartozó néhány gazdasági épület szintén romos állapotban van. Közben megújult a gombaszögi tábor területe is, és népszerű fesztivál helyszíné vált. És mellette nyílik
a 1,5 kilométer hosszú gombaszögi cseppkőbarlang. Gombaszögi kolostor és a kolostor templom feltárása, ugye az egy nagyon lelkes egyesületi kezdeményezésnek az eredménye volt, és ebbe hát barátként fonódtam bele annó, 2011-ben. Már amikor kicsit megkutatták a templom területét, akkor festett vakolatdarabokat találtak. Ami érdekesnek tűnt számunkra, de nem gondoltuk volna, vagy hát nem mertük feltételezni, hogy itt bármi komolyabb festett emlék megmaradt esetlegesen, köszönhetően annak, hogy a kolostort a későbbiekben nagyon-nagyon sok célra, nagyon különböző módon használták, ugye. A feltárás során, amikor elértünk a padlószintig, akkor főként a falak mentén tömegével, tehát teljes rétegben jöttek elő a festett vakolatdarabok. Arra jutottunk, hogy valószínű, hogy itt a freskó rombolás, az egy szisztematikus rombolásnak az eredménye lehetett, tehát tudatosan leverték ezeket a falképeket, hogy nehogy írmagja is maradjon annak, hogy itt valamikor festett templom állt. Biztos, hogy a kolostorral együtt rombolták le. A 16. században hát ez ilyen sorszerű, hogy az alapító nevét viselő, tehát Bebek György volt valószínűleg a kolostor alapítója, és az ő nevét viselő későbbi Bebek utód, aki református hitre tért, Bebek György volt az, aki egy teljes rombolással tulajdonképpen a földdel egyenlővé tette magát a kolostor templomot. A csodával határos módon egyetlen freskós emlék maradt meg. Ez egy az Isten áldó kezét ábrázoló zárókő volt, és eredetileg a templom mennyezetén a boltozatban kapott helyet. Annyiból volt ez nagyon érdekes, hogy amikor ugye előkerült ez a töredék, akkor csodálatos, gyönyörű, éppen megmaradt freskó van a zárókövön. A zárókő az ugye lefelé nézett, tehát amikor beomlasztották a templomot, ennek logikusan tehát freskóval lefelé kellett volna esnie, ez freskóval oldalra esett, és a templom közepén ott állt. Tehát tök egyedül, teljesen egyedül, körülötte bordatöredékek voltak össze-vissza haigálva, és ott állt egyedül ez a zárókő, tényleg csodaszerű. Találtunk egy 8-szögletű kápolnát, aminek az az érdekessége, hogy ez a harmadik ismert ilyen objektum a Kárpát-medencében, ahol a lábazati zónában freskótöredékeket is találtunk. Legjelentősebb leleteink között egy középkori cserépkályha található, ami a besztercei kályha körhöz tartozik, és ilyen nagyméretű, 30 centis szent és király plasztikákat tartalmaz. Közben az Andrássy kúria épületéből múzeum lesz, a romterület pedig néhány éve még egészen másképp festett. Egy darab fal sík állt ki, tehát azt tanúskodott arról, hogy ott valamikor volt egy kolostor, és tehát ott podzabokrok, szeméthalom, rengeteg szemetet szedtünk le a tetejéről, benőtt fák hatalmas gyökerekkel, azokat is ugye el kellett onnan távolítani. Semmi nem utalt arra, hogy ott valami, bármi is maradt a föld alatt. Tehát mondták, hogy volt ott csirketelep, volt ott autószerelő műhely, aminek ugye, tehát például az autónak, amire autó rátolatott, az a kolostornak az egyik fala volt. És akkor alatta kialakítottak egy gödröt. Viszont a lábazati zóna olyan jó állapotban maradt meg, hogy abszolút párhuzamokat tudtunk keresni hozzá. Tehát itt az építtetőnek, Bebek Györgynek a nemzetségi temploma, a szomszéd Pálsőci templom, az, ami tökéletes párhuzamot ad. Mivel abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Pálsőci templomban is fennmaradt a szentély lábazati zónájának a kifestése, ami teljes mértékben megegyezik, még színvilágban, formavilágban is a gombaszögi kifestéssel. A romterület rendezését és az ásatásokat a Színe Metu civil szervezet szervezte meg, a helyi szakhatóságok sokáig ellenségesen, vagy legalábbis idegenkedve figyelték ezt. Aztán a helyzet lassan oldódott. Az egyesületünk több régióban dolgozik együtt a műemlékvédelmi hatósággal. Az ország 7 megyéjéből 3-ban, tehát Kassa, Eperjes és Nyitra megyében is vannak közös ügyeink. Igazából ez emberfüggő, hivatalnok függő, hogy milyen minőségű ez az együttműködés.
be tudok számolni kiváló együttműködésről és konfliktusosról is. Itt Gombaszögön a régészet jelentette a legnagyobb problémát a hatóságokkal. Tehát azt látom, hogy már az építési felügyelet része kifejezetten örül annak, hogy itt végre zajlik a konzerválás, zajlik a felújítás.